Jó estét kívánok, kedves nézőink! Tudják, kedd este akkor ez a tabuk, titkok, tények órája. Szeretettel köszöntöm szokásos szakértő barátomat, Egeri Györgyöt, a történelmi vagy historiai melléknével, hogy a Magyar Tudomány Enfant Terrible, a Magyar Tudományos Akadémia nagy kedvence, és ezúttal is egy nagyon kedves vendéget, egy polihisztort köszönhetünk ma este itt, Grand Pierre Attilát, aki író, zenész, csillagász, fizikus, úgyhogy nagyon sok oldalú ember. És gondolkodó ember, ez a lényeg. És hát gondolkodó ember, köszönöm szépen Györikám, hogy kiegészítetted. A kedves nézők, akik az elmúlt adást látták, azok tudják, hogy Attila legújabb könyvében az Élő Világegyetemmel foglalkozunk. A Világegyetem él és lélegzik átvitt értelemben, és az ezzel kapcsolatos anomáliákat boncolgatjuk, mint hogy azt is tudják a kedves nézőink, hogy Attila szabad idejében rock színpadokon rajongók ezreit őríti meg, mert hogy ő civilben a Vágtázó Halott Kémek frontembere. És a Vágtázó Csodaszarvas zenekarnak szintén. És a Vágtázó Csodaszarvas. Ebben már van egy kis történelmi áthallás, de hát miért ne lehetne. Folytassuk akkor a mai, illetve kezdjük úgy a mai adásunkat, hogy folytatjuk az előző anomáliákat. Gyurikám, légy kedves, megkérlek, hogy foglaljuk össze egy pár rövid mondatba azon nézők kedvére, akik nem látták az előző adást, hogy tulajdonképpen mi is az, amivel mi itt foglalkozunk. A csillagászat tel is tele van rejtélyekkel, megválaszolatlan kérdésekkel, és olyan megfigyelések sorát lehet tenni, és ezek nem bizonytalan, hanem nagyon biztos megfigyelések, amelyek tételesen cáfolják azt, amit mi úgy egyébként iskolában a fizika órákon tanulunk. Ugye azzal fejeztük be az én nagy bosszantó kérdésemmel, hogy hogy létezik az, hogy a spirálgalaxisok nem engedelmeskednek a newtoni tankönyvi fizikának, mert egészen másként mozognak, tehát a minél kijebb megyünk, a karok egyre inkább gyorsulnak, holott ezeknek lassulniuk kellene, és a spirálgalaxisok unblock teljesen más törvényszerűségek szerint mozognak, mint a gömb vagy ellipszis halmazok, galaxisok. Tehát ez az egyik nagy kérdőjel számomra, és szeretném, hogyha beszélnénk egy másik nagy ilyen kérdőjellel, ezt antropomorf elvnek szokták nevezni, az, hogy ugye az univerzum, azaz az egész világegyetemben gravitációs, elektromos kölcsönhatások, amelyek leírják ezt. Csak hogy ugye vannak konstansok, amelyek, hát azt mondjuk, hogy ezt dobta ki a gép, ilyen a gravitációs állandó értéke, az annyi meg annyi, az elektromos töltések meg elektromos kölcsönhatás nagysága a gravitációhoz képest ennyi és annyi, de az az érdekes, és számomra meg más ember számára is az a döbbenetes, ha egy icipicit változtatnánk ezeken az állandókon, az univerzum teljesen másként nézne ki, és az biztos, hogy az élet, ahogy mi ismerjük, teljesen lehetetlen lenne. Tehát az néz ki a természet megfigyeléséből, hogy az egész univerzum nagyon ravaszan meg van előre tervezve, és rendkívül pontosan be van állítva az összes alapvető fizikai konstans, mert ha nem ilyen lenne, nem is biztos, hogy anyag létezhetne, mint olyan. Tehát az, annak a valószínűsége, hogy egyáltalán van anyag, univerzum, sőt, élet is van, annak a valószínűsége gyakorlatilag nem egy a milliárdhoz, hanem annál jóval kisebb. Ez az, ami engem zavar, tehát
az a materialista fölfogás, hogy hát az anyag majd magától szerveződik, és az élet kialakul, frászt. Ez szerintem kapitális baromság. Na, beszéljünk ezekről. Igen. A nagy disznóságokról. Igen, ezek óriási kérdések, amik az elmúlt évtizedekben kerültek a csillagászatnak a központi kérdései közé, és ezt én úgy fogalmaztam meg egyébként, most az egyik legújabb tanulmányom van, hogy, hogy minden egyes fizikai állandó nagyon sokféle értéket vehetne fel, mondjuk több milliót, és rengeteg van ezekből, mert több mint 200 féle elemi részecske van, ezeknek a tömegértéke, de nem az alapvető kölcsönhatások, amit említett, az elektromos, a gravitációs kölcsönhatás, a gyenge és az erős magerőknek az egymáshoz viszonyított erőssége. És itt rengeteg sok minden, több száz olyan állandó van, amit az egyenletekből nem jön ki, hanem ami bemegy az egyenletekbe. Tehát tulajdonképpen úgy lehetne mondani... Kiindulás. Kiinduló adatok, tehát még mielőtt a világegyetem elindulhatna, azelőtt már ezeket be kellett állítani, tehát ezt úgy lehetne mondani, még mielőtt a gép, ugye régebben gépnek fogták fel a világegyetemet, hogyha a világegyetem egy gép lenne, egy óramű, ugye akkor ezen van mondjuk több száz olyan gomb, amelyik mindegyik gombnak lehet több millió állása, és mind a több száz gomb egyetlen egy bizonyos, mind a több száz gomb egyetlen egy állásban van, az, abban az állásban, amire oda van írva, hogy élet. Így van. És mindegyik ide van beállítva. De nem csak erről van szó, ezek még mindig csak az állandó. De ahogy az Enciklopédia Britannicában például leírják, az antropikus elvnek más szálai is vannak, mert nem csak ezek az állandók szükségesek ahhoz, hogy az élet létrejöhessen, bár ez is egy hajmeresztő dolog, hanem a fizikai törvényeknek is pontosan olyan alakúaknak kell lenniük, sőt a kvantum fluktuációknak, amik például az úgynevezett ősrobbanás beindította, annak pontosan olyan nagynak, olyan erősnek, olyan spektrumúnak kellett lennie, hogy pontosan olyan sűrűség eltérések jöjjenek létre, amik képesek voltak kiváltani a galaxisok keletkezését és a csillag keletkezést, mert különben nem lennének csillagok, nem lennének galaxisok, akkor nem lenne élet. Úgyhogy valahogy, hogyha azt mondjuk, hogy az az első ok, ami az egész ősrobbanást beindítja, akkor ennek az első oknak elég messze nyúló keze van, mert elér egészen mostanáig. Igaz, hogy ezt lecsökkentsék, mert azért ez nem tételezhető föl, hogy az első ok az egészen még ma is okozati ereje van, olyan ok, és hogy úgy tudtuk beállítani, hogy abból minden következően az, hogy hogyan száll a lepke a réten, és hogyan mozog az elefánt, azért ezt nem lehet belepakolni egy első okba. Tehát akkor föltételezhető, hogy van második ok is, tehát ezek a kvantum fluktuációk menet közben is javítják ezt a gépet, menet közben formálják, tehát egy képlékeny gépről van szó, megint úgy, mint a naptevékenységben az előző adásban, hogy a világegyetem alakulóban van, a világegyetemnek az alkatrészei folyamatosan változnak, folyamatosan csiszolódnak, átalakulnak, vagyis tulajdonképpen nem egy gépről van szó, hanem egy élőlényről. És hát még ezen kívül még az is egy megdöbbentő dolog, hogy az élet is csak a három dimenzióban lehetséges, ezt is kimutatták. Goreliknek jelent meg a 60-as években talán egy könyvben, hogy miért háromdimenziós a tér. Nem, az az Ehrenhaftnak volt a Goreliknek munkája. Is van egy ilyen könyve. Először a Felix Ehrenhaft, a holland fizikus, tette föl ezt a kérdést, ő öngyilkos lett egyébként, de egy fantasztikusan penge éles fizikus volt, nagy két lábon járó enciklopédia, ő tette föl ezt a kérdést, a Gorelik utána, és ő sokszor hivatkozott az Ehrenfestre, igen, Einstein nagy barátja volt egyébként. És ő azt mondja, hogy csak három dimenzióban stabil az anyag egyébként. Az én meglátásom szerint, ugye gömbvillám, stb. Maga a téridő az lehet, hogy több mint három térdimenziós, tehát van hipertér, de anyaggal csak ez a három dimenzió van. Na, bocsánat, akkor most 4D nincsen? Hát a negyedik D a szakok, az idő. Nem, én azt mondom, hogy még a térben is van még egy. Tehát létezik hipertér,
ahová halál után a lelkünk megtér, mondjuk, tehát a túlvilágnak nevezzük ezt most hétköznapi nyelven, de most messzire mentünk, nem akarok ennyire messzire menni, mert a téridő struktúra az egy külön izgalmas kérdés, meg a fekete lyukak kérdése, az is a csillagászatnak egy ilyen, hát most már elfogadott hipotézise, de ez se totál biztos még, de nyomoznak. De mondom, amit biztosan tudunk az, hogy a spirálgalaxisok nagyon másként mozognak, ezért az egyik munkahipotézis az, hogy valami rejtélyes energia lopakodik a világegyetembe, valamiféle hatalmas, nagy tömegű, ezzel az általunk ismert anyaggal nem a kölcsönhatásban levő, de tömeggel rendelkező valami izéiten a sötétbe ólálkodik, vagy pedig a kutatók egy pici része velem együtt azt vallja, hogy nem tudunk eleget a fizikáról, rosszak a mostani törvényeink, mert a módosított newtoni, ez a Monde elmélet szerint, ha egy icipicit belenyúlunk a newtoni dinamikába, amit tanulunk az iskolába, akkor visszakaphatjuk azt, hogy a spirálgalaxis másként viselkedik, és szerintem ez az igazság, mert a tornádót se értjük marhára, meg az, hogy mit tudom én, a nagy gázbolygókon olyan hatalmas ciklonok, tornádók vannak, amik több száz éve ott forognak, és nem állítja le a súrlódás. Hát hogy az ördögben van, hogy súrlódás létezik a tankönyvekben, ami leállítja ezt, ott meg nem áll le, például a Jupiteren a nagy vörös folt, ott van 500 éve, ott forog. Na. 500 éve megállás nélkül forog, persze. Igen, hát amit a Cassini felfedezett, de lehet, hogy a Julius Caesar idejében is már ott forgott, csak akkor nem vizsgálták, de Cassini az első primitív távcsővel az 1600-as években megfigyelte azt. Tehát bárhová nézzünk, disznóságokat találunk, amire azt mondja a mostani tudomány, hogy hát nem is tudjuk, hogy hogy van, és az összes ilyen gázbolygó kétszer annyi energiát sugároz le, mint amennyit ugye a napból kap. Hát honnan jön az az energia? Tehát a disznóságok kérdőjelek sora van, amire a tudomány, mint intézmény nem akar válaszolni, akik viszont szeretnének. Tud. Akik viszont szeretnének, mint az Attila, vagy szerénységem, azokat jóságbe rúgják. Mert nem illik kérdezni. Látom, lassan, de biztosan ma is összegyűjtünk, mert egy per alapra valót. Az antropikus elv az azért is rendkívül érdekes, mert egy váratlan fegyvertársra akadt, mert 1996-ban nagy meglepetésemre a NASA hivatalosan elkezdte támogatni azt a tudományt, amit addig tűzen-vízen át megpróbáltak betiltani, mert az asztrológiára emlékeztet állítólag, és ezért az exobiológiát, hogy a Földön kívül létezhet-e élet, ugye ezt tiltották, ezt a tudományos kérdésnek a vizsgálatát, helytelen és felületes megfontolásokból, de úgy látszik, a józan ész azért valahogy néha a felszínre kerül, és 1996-ban a NASA hivatalos támogatásával az asztrobiológia bekerült a tudomány térképére, a hivatalos tudomány térképére, és azóta a csillagászat és az egész tudomány, az egész fizika talán leggyorsabban fejlődő tudományágá változott, és kiderült, hogy minden másképp van, mint amit eddig gondoltunk, de annyira, hogy az asztrobiológiai összefoglaló munkáknak a bevezetőjében olyan mondatok találhatók, hogy ha valaki pár évtizeddel ezelőtt azokat az eredményeket előrevetítette volna, amiket most nyertünk az elmúlt évtizedekben a legújabb, legkorszerűbb mérések segítségével, akkor azt senki sem hitte volna el, és mindenki helyből cáfolta volna, hogy ez lehetetlen. És hát miről van szó, milyen tények ezek? Az egyik tény például az, hogy amit elfogadtak, és most már az asztrobiológusoknak egy nagyon széles tábora
van világszerte, és ezek tulajdonképpen általánosan minden asztrobiológus elfogadja, hogy a világegyetemben az élet mindenhol jelen van, illetve ahol nincs jelen, ott is olyan a feltételek úgy alakulnak, hogy az életnek kedvező irányba fejlődnek. Tehát, hogy az élet az egy kozmikus parancs. Ez például Christine de Duve, a Vital Dust, az életteli vagy élethordozó vitális por című könyvében is tételesen megfogalmazta. De mások is, ez egy teljesen általános felfogás, csak éppen mivel azt kénytelenek elismerni, hogy mindenhol az egész világegyetem tele van organikus anyagokkal, az élet építőköveivel. Olyan szerves anyag, szerves molekulákkal, amiket könnyű távolról kimutatni most már ezekkel a korszerű műszerekkel, amikkel mostanában rendelkezünk. És kiderült, hogy pontosan azok a szerves molekulák jönnek létre előszeretettel, amik az aminosavak kifejlődéséhez szükségesek, és azok az aminosavak, mert azokból is nagyon sokféle lehetséges, amik az élet kifejlődéséhez szükségesek. És még annak idején, az 50-es években Stanley Miller egy kísérlettel összegyűjtött csomó olyan anyagot, nyers anyagot, ami az élethez szükséges aminosavaknak az összetételéhez kell, és hatalmas energiát engedett rá erre az őslevesre, villámokat és egyéb kisüléseket. Szikráztatta a kémcsövet, de legjobb tudomásom szerint soha többé nem sikerült senkinek megismételni az ő állítólagos eredményeit. Tehát ezért most ez le van írva. Rossz volt a kémcső. Nem, ki van. Tehát nincs arra ismételhető bizonyíték, hogy akármilyen levest plazmával szikráztatva, tehát ilyen kisülésekkel, villámokkal, a tulajdonképpen bonyolultabb molekulák tudnak létrejönni, mert a plazmával mindig megsemmisíteni és lebontani tudunk, és nem fölépíteni. Éppen ezért nagyon furcsa, hogy a világegyetemből rendkívül bonyolult molekulák jönnek ide a Föld felszínére, hogyan kicsinálja azt, amelyeknek a kialakulási valószínűsége azon körülmények között nulla, hiszen vagy elképesztő hideg van, ahol ugye nem minden fagyott, vagy pedig a nap felszínén 150 millió fokba, ott minden szétesik. Na most akkor ezek a nagyon trükkös, egészen bonyolult szimmetriákat mutató a szerves molekulák hol épülnek föl és hogyan? Ugye általában a nagy kérdés, hogy az élet hogy keletkezik, erre semmit nem tudunk mondani. Pont a Miller kísérlet, meg volt valami orosz kutató, aki ugye, mint lelkes materialista ezt próbálta erősíteni. Oparin, így van, az oparinál. Nem, és nincs erre kísérleti bizonyíték. Gőzünk nincs arról, hogy az élethez szükséges, rendkívül bonyolult fehérje molekulák sora, aminosavak sora hogyan alakul ki. Igen, most a Kaisernek és munkatársainak 2013-ban az Astrophysical Journalben megjelent tanulmánya szerint itt kísérleti alapon sikerült hasonló szerves molekulákat a Földön előállítani, amiket azonban ők úgy értelmeznek, hogy ezek abiotikus úton keletkeznek, mivel ugye élet, nem élő lények hozták őket létre, hanem fizikai eszközökkel hozták létre, csak hogy nem veszik, miután csak hogy szerintem nem veszik figyelembe azt a tényt, hogy ha a biológiának is van ugyanolyan alaptörvénye, mint a fizikának, vagyis a fizika törvénye mindenhol jelen van a világegyetemben, a biológia törvénye szintén mindenhol jelen van, mert természettörvény, akkor ez a biológiai természettörvény az, ami elősegítheti azt, hogy az anyagok, a molekulák összetevői abba az irányba mozogjanak, ami a törvénynek megfelel. Tehát ezt, és akkor itt teljesen más következésre juthatunk ugyanazokból a tényekből. Egyébként pedig Paul Davis, aki 2009-ben eljött a meghívásomra, én szerveztem itt Budapesten egy nagy nemzetközi csillagászati konferenciát, 2009-ben volt a csillagászat nemzetközi éve,
és ebből az alkalomból Budapesten szerveződött az egyik legjelentősebb csillagászati konferencia, történetesen éppen én szerveztem. Volt ennek elég sajtóvízhangja? Volt még a Népszabadságban is, és a Duna Televízióban rendszeresen minden nap hírt adtak, és be is mentünk személyesen a mindig egy-két világhírű kutató társaságában. Úgyhogy abban az időben azért valamennyire foglalkoztak vele, bár mondjuk én biztos vagyok benne, hogyha Amerikában történt volna ugyanez a konferencia, ugyanezekkel a részvevőkkel, akkor sokkal nagyobb terjedelemben foglalkoztak volna vele. Bár azt is hozzáteszem, hogy Amerikában egy átlagember sokkal kevésbé művelt és érdeklődő, mint Magyarországon. Mégis egy ilyen visszás jelenség áll fönn, sajnos. Jó, mert itt győzik-e valagáról kell ugye a tudósításnak szólni. Szépen beszélj, Gyuri. De hát fekete pákó meg győzik-e, meg mit meg tudom. Való meg való világos sztorik, meg. Így meg, van, szóval, hogy na most. Térjünk a tárgyra vissza, hogyha mielőtt végig tehát lényeg az, hogy itt ez a csillagászati konferencia, aminek Astronomy and Civilization, vagyis csillagászat és civilizáció kapcsolatáról volt szó ezen a konferencián, és itt Paul Davis is jelen volt személyesen, a világ egyik legelismertebb csillagásza, Templeton díjas is egyébként. A Templeton díj, ha jól tudom, több pénzzel pénz, jár, mint a Nobel-díj. Ezt mindig megemlítik. És, de rangos kutatói díj, de tudomány népszerűsítő díj. De az értéke, az eszmei értéke nem szinte olyan, mint a Nobel-díj. Nem olyan, a szakmai jelentőségében nem, de viszont a Templeton, maga ő a vallás és a tudomány kapcsolatát elősegítendő hozta létre ezt a díjat, és mivel a Paul Davis írt olyan könyvet, hogy The Mind of God, vagyis Isten elméje, és egyébként is, hogy úgy mondjam, kaszérkodott ilyen gondolatokkal, tehát ő egy nagy szolgálatot tett annak az ígynek, aminek Templeton elkötelezettje volt, és így ezért jogosan kaphatta meg a Templeton díjat. És ez mennyit beszélünk róla, ez mennyi pénz? Hány ezer dollár vagy? Hát egy millió dolláros összeg. Millió? Azt hiszem, hogy hát akkor millió. Ez a svéd koronához képest tényleg kicsit több. Jó, igen. Ez csak olyan... Igen, ez egy érdemes az élet is megnézni. Tehát ez a Paul Davisnek megjelent, ennek a Paul Davisnek egy könyve magyarul is, az Ötödik csoda címmel. És akkor ott leírja azt, hogy ezek a kísérletek a szerves molekulák földi előállítására vonatkozóan. Például a 60-as években Steinman és Cole voltak azok, akik megdöbbenve tapasztalták, hogy pont, hogy előszeretettel keletkeznek olyan molekulák az élettelen atomokból, amik az élet építőkövei. Aztán a Cyril Ponnamperupa szintén hasonló eredményeket kapott. Olyan mértékben és olyan mennyiségben halmozódtak ezek a tények, hogy ennek nyomán elterjedt vélekedésé vált az úgynevezett biológiai determinizmus, amit Paul Davis így nevezett el, vagyis, hogy minden a világon biológiailag meghatározott, vagyis tulajdonképpen az élet az, ami elsősorban meghatározza a világegyetem állapotát, és mindent, ami a világon van, és hogy ez a biológia bele van írva a természettörvényekbe. És ezt mindenki elfogadja. Csak éppen, mivel nem ismerik a biológiai törvényeket, ezért úgy gondolják, hogy a fizikai törvényekbe van beleírva az élet. Vagyis, gondoljuk csak, hogy miről van szó. A fizika az az élettelen tárgyaknak, a tehetetlen tárgyaknak a tudománya. És azt gondolják, nem gondolják végig, hogy az a tehetetlen testeknek a tudományával akarják leírni a cselekvőképes rendszereknek a viselkedését, amit lehetetlen, ez olyan, mint hogyha a fehér színnel akarnám leírni azt, hogy milyen a fekete. Ugye az életet nem lehet az élettelennel magyarázni, mert ez a kettő alapvetően különbözik. Attila, van nekem itt egy nagy gondom. Mondjuk a fizikának része a kvantummechanika, és akkor le tudod írni a hidrogénatomot, le tudod írni külön az oxigénatomot. Azt már kicsit nehezebben, hogy ebből víz lesz, de ezekben az alapvető kvantummechanikai relációkban nincs az, hogy egy atmoszférás nyomáson a víz ilyen hőmérsékleten jég, olyan hőmérsékleten, aztán majd forni fog, ez nincs benne. Ez teljesen egymástól különböző dolog. Sőt, az az érdekes, a víz keletkezik. A víz képződése a legjobban tanulmányozott kémiai reakció, és a legegyszerűbb kémiai reakció közé tartozik. De gondoljuk meg, hogy milyen megdöbbentő dolog, és mennyire
nem ismerjük ezt a kémiai reakciót sem. A Nature-ben is megjelent cikk arról, hogy azt gondolná az ember, hogy hát ezt már, hogyha valamit ismerünk kémiát, hát akkor ezt ismerjük. De ezt sem ismerjük eléggé, úgy ahogy mondod. És hogyha meggondoljuk azt, hogy a víz gőzből, vagy a hidrogén és az oxigén gáz, azt összeengedünk egy kémcsőben és elkezdjük melegíteni, akkor egy bizonyos hőfok fölött robbanásszerűen egyesülnek. De azt tudjuk, hogy egy köbcentiméter hidrogénben 6×10^23 darab hidrogénatom van. És ugyanígy az oxigénatomoknak a száma és Avogadro száma jellemezhető. Na most ahhoz, hogy egy oxigén atomból és két hidrogén atomból egy vízmolekula képződjön, ezeknek rendkívül szerencsésen kell találkozniuk a megfelelő sebességgel és a megfelelő irányban és a megfelelő távolságban, különben vagy elszalad mellette, ugye, vagy neki ütközik, vagy visszapattan, vagy el se jut odáig. Tehát számtalan sok lehetőség közül egy az, ami kedvező. Na most akkor, hogyha egyetlen egy molekula képződne egy másodperc alatt, már az csoda lenne, de az, hogy 6×10^23 számú, hát a Földön van 7 milliárd ember, az 10 a 10-e. Ezek brutális nagy szám. Hogy tudnak akkor, az olyan, mint hogyha... Engem az érdekel, hogy például ezt a 6×10^23 kiszámolta meg. Ez az Avogadro. Avogadro. Avogadro szám. És hogy képesek akkor ennyi számú atom, olyan szerint rendkívül szerencsésen kapcsolódni, robbanásszerűen a másodperc törzsvésze alatt, hogy hirtelen, ugye, amit látunk, hogy vízgőz képződik az egész térfogatban. Tehát ezt se tudják megmagyarázni, tehát elképesztő dolog. De maga ott van a víz. Tehát a Szent Györgyi Albert azt mondta a vízről, hogy a víznek csak anomális tulajdonságai vannak. Most 2009-ben jelent meg egy tanulmány arról, hogy a víznek 66 anomális tulajdonsága van. 2014-ben a Nordita konferencia Svédországban arra alakult, hogy a víznek az anomális tulajdonságait megvizsgálják, még jobban, még részletesebben. És kitalálták, hogy több van. És ott szerepel ennek a konferenciának a honlapján, hogy ezeket az anomális tulajdonságokat nem tudják értelmezni, és nem tudják levezetni, de csupa ilyen tulajdonságból áll a víz, és legalább 66 ilyen van, azóta már olvastam, hogy 74. És hát van, aki külön, tehát ilyen honlapok vannak, és a víz a legkülönlegesebb anyag, és ez a legegyszerűbb anyag is. Hát mi is. És ez a rendkívül sok anomális tulajdonság a víznek mind kapcsolatos azzal, hogy az életnek különlegesen kedvező. De Attila, most már csak tényleg elnézést kérek, hogy csak az érdeklődés kedvére, hogy én mondjuk ezt nem tudtam soha felfogni, hogy mindig azt mondjuk, hogy az emberi lénynek a 60-80% a víz. 90. Csecsemőnek 90. De akkor mi nem folyok el? Ha azért, mert vannak még olyan még anyagok, is. amik összekapcsolnak, amik tulajdonképpen tartják azt a vázat, és a vizet is megkötik. A sejtjeinkben a vizek gélszerű kocsonyás anyagot alkotnak. Ezért a sejtet, hogyha megnyomjuk, valójában, mint egy gumilabda, akkor az ilyen képlékenyen mozdul el, tehát hiába folyékony, nem teljesen folyékony, hanem inkább egy ilyen kocsonyaszerű anyagot alkot, és ez aztán kap még erősítést, még további, miközben az emberi szervezetet, vagy egy növényt, vagy egy állatot felépít, közben még ez a vászszerkezet még jobban behálózza és tartja. Tehát nagyon sok titok van a természetben, az, hogy mi megtanuljuk iskolában mondjuk a kvantummechanikát, meg megtanuljuk egy másik órán a biológiát, a két disziplína között van egy hatalmas senki földje, ahol a szabályokat nem ismerjük. Ugyanakkor lehetne átjárás a kettő között? Hát de van átjárás, mert van élet. Természet egy. Egy a természet, csak ugye a mi tudásunk annyira hézagos, és itt van a nagy probléma, hogy a Roosevelt téren az akadémián azt hiszik, hogy mindent tudunk, én pedig azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy mennyi kérdés van, semmit nem tudunk, és jobb, hogyha csöndben maradnak. Hát világos az elkövetkezendő évszázadokban, évezredekben a tudomány még rengeteget fog fejlődni. Hát ha nem hűlünk el annyira, hogy teljesen tönkretesszük a bolygót és kipusztulunk, mert most ez irányba megyünk akadémiai irányításra. Jaj, Gyuri, ne csináld ezt, mert... De, most kérdezz meg az Attilát, ő is tudna mondani pár dolgot. Na most az, hogy kedden vagy hárman örünk a vádlottok pontján, az engem nem fog megnyugtatni. Szabad országban azt mondunk, amit szabad. Hát persze, szabad országban igen. Senki nem mondja kétségbe.
Úgyhogy de nem, a víznek is vannak, tehát mondj csak egy konkrét példával, hogy ha a jég nem lenne, hiába, tehát amikor megfagy egy anyag, akkor általában az azt jelenti, hogy összesűrűsödik, és nagyobb sűrűségű lesz. A víznél azonban fordítva van, ugye a jég ritkább, és ennek köszönhető az, hogy a víznek a felszíne fagy be. Hogyha a víz is olyan lenne, mint a többi anyag, ugye akkor először a mélyen fagyna be, és akkor az állatok a tengerben, ugye ahonnan az élet származik, folyókban, a tavakban elpusztulnának, és akkor az élet nem jöhetett volna létre. Tehát már lehet látni, már egy ilyen egy hihetetlen egyszerű, de rejtélyes jelenség, hogy lehet azt megcsinálni, hogyan tudta a természet azt megoldani, hogy a víz esetében ne úgy legyen, hogyha megfagy, és létrejön egy szilárdabb váz, akkor az ne legyen sűrűbb, hanem az ritkább legyen. Hogy ezt hogy tudta megoldani? Ez előre le volt vajazva. Elképesztő. Előre le volt vajazva. Elképesztő. És ráadásul nem csak a víznél van ez, hanem az összes anyagnál, tehát mennek tovább a kutatók, és már a George Wald 1962-ben figyelmeztetett arra, hogy a foszfornak és a kénnek és a magnéziumnak és a kálciumnak a tulajdonságai pontosan úgy vannak kialakítva, hogy azt a szerepet, amit az egyik játszik, azt a másik úgy egészíti ki, hogy ez pont az életnek kedvező legyen, és így tovább. Tehát tulajdonképpen az egész periódusos rendszernek minden egyes tulajdonsága, minden egyes elemnek pontosan úgy van kihegyezve arra, hogy az élet akadálytalanul és jól tudjon magát fejleszteni. Tehát, hogy úgy mondjam, az anyag nem fejtett ki ellenállást, hanem teljesen az élet követelményeknek, hogy mondjam, elképesztően könnyedén pontosan azokat a tulajdonságokat vette föl. Most gondoljuk meg, hogy én be akarom hajlítani az ujjamat. És azt egy számítógépes szakembernek azt mondanám, hogy számoljam már ki, legyen olyan kedves, hogy melyik izmamat, hogyan, milyen, mekkora erővel kell megmozdítani, beleőszülni és kihullan az összes haja, ugye, és megmondom neki, hogy figyelj, ennyi atom, így mozog, tessék kiszámolni, fizika az egész, nem? Hát azt mondjátok, hogy minden fizikába kell számolni. Még hogyha ugye a kezdőlökést még azt beadjuk kívülről, akkor sem tudja kiszámolni, annyira hihetetlenül bonyolult. Én mégis azt mondom, hogy hajoljon be az ujjam, és mi történik? Tessék, hihetetlen könnyedséggel megvalósul valami, ami tulajdonképpen meghaladja a legkomplexebb, legszuper számítógépnek a képességeit is. Az játszik könnyedséggel valósul meg. Ugye pár, összesen néhány elemből épülnek föl az aminosavak. Például a DNS is egy nagyon bonyolult, hosszú, több méter hosszú aminosav lánc, de mégis, ahogy ezek összetekerednek, és csak egyféleképpen tekeredik föl, és ennek az összetekeredése föltétlen szükséges az élethez, hogy egy sejt magon belül legyen például az örökítő anyag. Teljesen értetlenül áll a tudomány azzal szembe, hogy is van az, hogy ez ilyen szépen össze van. De ez csak spirálba lehet? Úgy van. Csak spirálba lehet úgy össze, négyszeresen föltekert spirálba lehet úgy összecsomagolni, hogy ez értelmesen kezelhető legyen, és a genetikai információ másolódni tudjon. És a biológusok még sorolhatnák ezeket a rejtélyeket, de én azt gondolom, hogy már a csillagászattól kezdve teli-teli vagyunk ilyen rejtélyes dolgokkal, és a tudományban jóval több a fehér folt, mint a földerített rész. Itt van például az egyik elképesztő dolog, ami mostanában mondjam, újra meg újra el szoktam olvasni, és csodálkozom, és gondolkodom, hogy itt mi lehet a megoldás. Amire te is utaltál tulajdonképpen, hogy a Sam Kwok az egyik legkitűnőbb asztrobiológus, aki sok 2011-ben és 2013-ban is jelent meg egy összefoglaló munkája az asztrobiológiáról és a csillagpor viselkedéséről. Azon kívül, hogy a csillagpornak a keletkezés és a puszta létét soha nem gondolták volna, soha nem tudták volna a fizikai egyetekből megjósolni, ahhoz képest kiderült azóta mérésekből, hogy nagyon távoli olyan kozmikus ködökben, amelyekben a sűrűség 10⁻⁴ molekula köbcentiméterenként, ami azért érdekes, hogy a földi légkörben 10⁻⁹ molekula van köbcentiméterenként, tehát 23 nagyságrenddel kevesebb van benne, 23 nagyságrend, tehát gyakorlatilag nincs üres.
Na most akkor ennyi atom van benne, na most, és a hőmérséklet pedig a 10 Kelvin fok, tehát mínusz 260, mínusz 270 fok körül között van. Na most ezekben a hideg közökben lehetetlen, hogy itt szerves molekulák keletkezzenek. Ugye mert? Tudjuk pontosan a földi vizsgálatokból, hogy ahhoz, hogy ezek a molekulák találkozzanak, vagy ezek az atomok találkozzanak, és molekula jön létre, nagy sűrűség kell, ugye, hogy elég gyakran létrejöhessenek, mert ehhez megfelelő hőmérséklet, mert hogyha nagyon lassan vánszorodnak, hiába sűrű, nem kerül a másikhoz közel. Tehát magas hőmérsékletre és nagy sűrűségre van szükség. Itt mind a kettő pontosan a lehető hiányzik. A lehető legnagyobb mértékben hiányzik. Na most ezekben a körökben a mérések szerint tele vannak szerves molekulák, képződnek bennük. Erre azt mondja a Sun Kwok, és meg írásban is benne van, a Hongkongi Egyetemnek a közleményei között szerepel, hogy hát ez lehetetlen, mindannyian tudjuk, hogy ez lehetetlen. De ez így van, ezt mondják a tények. Na most akkor hogyan lehetséges ez? Úgy gondolom, hogy egyértelmű, hogy csak azáltal lehetséges, hogy egy láthatatlan, de természettörvény, a biológiai törvény az mindenhol ott van. Tehát azok az atomok, azok nem véletlenszerűen a baktában a hőmozgás hatására vándorolnak, hanem hogyha mozognak egyáltalán, akkor abban figyelembe veszik a biológiai törvényeknek a jelenlétét, ezért szükségképpen előbb-utóbb pont abba az irányba fognak fejlődni. Tehát így magyarázat tudok adni egy olyan jelenségre, amit egyébként nem tudnak megmagyarázni. És ami még, hogy ezt az egészet itt kellően tudjuk értékelni, hogy ezekben a így módon jön létre olyan mennyiségű szerves anyag a csillagközi ködökben, hogy a csillagközi ködöknek a teljes tömegének több mint a 20%-a olyan bonyolult szerves anyag, ami a kőolajhoz és a földgázhoz hasonló, ami a Földön évmilliók alatt keletkezik, és csak életből, az ezekben a kozmikus ködökben, ahol lehetetlen, hogy akár egy molekula is létrejön, az összes tömegüknek több mint a 20%-át a kőolaj és a földgázhoz hasonló bonyolultságú, és ezekre rendkívül emlékeztető molekulák adják. Na most két válasz lehetséges, az egyik az, hogy nagyon keveset tudunk a természetről, tehát alapvető elvek hiányoznak, ez az egyik. A másik, létezik valamiféle természetfeletti erő, nevezzük Istennek, vagy ilyesmi, aki kénye kedve szerint megcsinálhat olyan dolgokat, amit egyébként így az élettelen, de tanított tudomány nem tud. Tehát ami kizár. Ebben te hiszel? Mind a kettőt valószínűnek tartom, és nekem nem jelent egyáltalán a problémát lenyelni azt, hogy Isten van. Mert annyi minden mutat ezek a antropomorf elv, annyi minden mutat arra, hogy ez egy előre eltervezett, tudatosan megtervezett univerzum, hogy ezt tagadni butaság lenne. Igen, olyan kicsiny a valószínűsége, ugye hányan hördültek föl, hogy hú, hát milyen kis valószínűséggel lehet öt találatost elérni, hogy egy a 43 millió az esély, hányan neki rugóztak ahhoz, hogy na most ötös találatuk legyen. Na de nem éri meg, mert többe kerül a szelvények kitörtése, mint amennyit kap az ember. Hát persze, ha csak nincsen marha nagy szerencséd, de itt az élet kialakulásának a valószínűsége a jéghideg univerzumban, ami sokkal hidegebb, mint a te mélyhűtőd, tehát és onnan nem szokott kígyó meg béka előugrani, ugye pont a hideg miatt, de itt mégis keletkezik valahogy egészen bonyolult szerves anyag. Na hogy? Igen, na most az, hogy mit értünk Isten alatt, ez egy külön kérdés. Mindenesetre, amit én gondolok, az teljesen belefér a természettudományos gondolkodásba, amennyiben a biológiát és a pszichológiát is természettudományokhoz soroljuk, márpedig az szerintem megegyezik a közfelfogással. Csak azzal egészíteném ki, hogy a biológia az önálló tudomány, tehát nem vezethető le a fizikából, tehát így kell figyelembe venni. Tehát a biológiának van olyan alapelve, ami legalább olyan mély, vagy még mélyebb, mint a fizika. És az magasabb szerint, rendű. Magasabb rendű, tehát azokat a fizikai hatásokat, amit a fizika nem képes csak véletlenszerűen
vagy tehetetlenül kezelni, azokat a biológia képes irányítani, képes megszervezni, képes kezdeményezni a nap, képes kezdeményezni a saját tevékenységét, és folyamatosan rajta van. Én képes vagyok behajlítani az akaratommal az ujjamat, és hogyha azt mondják, hogy ez egy fizikai jelenség, nem lehet, mert én előre meg tudom mondani, hogy a következő másodpercben, és itt most a tévé nyilvánosság előtt végrehajtok egy olyan forradalmi kísérletet, amivel porrá zúzom a materialista elképzeléseket, mert egy olyan jóslatot teszek, egy jó tudományos elméletnek az a titka, hogy meg tudja jósolni, milyen esemény valósul meg. És mindezt tapasztalati mérésekkel, kísérletekkel megfigyelhető következményeket meg tud jósolni. Na én meg tudom jósolni azt a megfigyelhető következményt, hogy egy másodperc múlva az ujjam be fog hajolni. Tessék, egy. Tessék, ugye behajolt? Na és a 100 esetből 100-szor meg tudom csinálni, és bárki meg tudja tenni. Tehát egészen hát bizonyítható. Bárki nem, mert akinek mondjuk nincs mutatója, vagy nem mindenki, van bárhol. Mindenki, aki fizikailag erre képes, nem. Igen, az meg tudja ezt oldani. Vagy akinek diszfunkcionális a szervezete, az nem. De ez nem változtat a lényegen, hogy ez rendszerint minden egészséges embernél ennek nincsen akadálya. És ez azt jelenti, hogy a tudat az úr az anyag felett. Tehát a tudat képes arra, és irányítja is, és hogyha ez nem így lenne, akkor a társadalom nem állhatna fönt. A vállalatoknak a vezetői nem várhatnák el, hogy a munkatársaik másnap bemennek dolgozni, hogyha elhinnék azt a baromságot, hogy a fizikai törvények irányítják a munkatársaiknak a mozgását. Mert az képtelen, akkor az atomoknak a táncán kellene, hogy múljon az, hogy esetleg véletlenül beesik valaki a munkahelyre, vagy nem, de az nagy csoda lenne. De az, hogy mindenki pont beér és blokkolja és az időben, ugye ez egy természet feletti csoda a fizikai világképben, de a valóságban nem egy csoda, hanem törvényszerű és rendszeresen ismét. Tehát világos, hogy kell, hogy legyen mód arra, hogy a tudat irányítja az anyagot. És mi ebből indulunk ki, ez a józanészre teljesen össze. Ez nem egy metafizikai csoda, ez egy csoda, mert a tudat és az anyag között van átjáró, és mi élünk ezzel az átjáróval, és ez az átjáró a kvantumvákumon átvezet, ahogy ezt az Élő Világ Egyetem könyvében bemutattam. És ez azt jelenti, hogy az élet az képes az anyag irányítására, és hogyha ez a szervezetünkön belül így van, és a világegyetem maga is él, akkor a világegyetem a saját szervezetén belül képes irányítani az anyag mozgását, ugyanúgy, ahogy mi képesek vagyunk, tehát a saját szervezetünkön belül, tehát a világegyetem képes az világegyetemen belüli összes jelenség irányítására a tudatával, vagyis ugye tulajdonképpen ugyanúgy megteheti azt, hogy mozgatja a csillagokat és az anyagot, mint ahogy mi megtehetjük azt, hogy beállítjuk az ujjunkat. Úgyhogy most jelent meg az Interpress magazinban a Kozmikus Tudat című könyvem ebben a hónapban, és eznek tulajdonképpen egy szakmai cikk az alapja, amit a Deepak Chopra-val, a Manas Kafatos-szal írtam, és még a Harvard Egyetemnek egy biológusával, és még egy amerikai híres tudóssal, úgyhogy öt szerzője van a cikknek, én vagyok az első számú szerzője, amiben számszerűleg megpróbáltam jellemezni a sejteknek a szintjén lezajló tudati jelenségek, hogyan jellemezhetőek számszerűen, az emberi tudat hogyan jellemezhető számszerűen, az emberi tudattalan, az emberi háttértudat és a kozmikus tudat. Hogyan kapcsolódnak ezek össze? És most jön ki majd a második rész egy pár napon belül, úgyhogy a kozmikus tudat lassanként bekerül a tudomány, a számszerű tudomány és az előrejelezhető, vizsgálható jelenségek birodalmába, azzal együtt, hogy a biológiai önállóság éppen mert önálló, éppen ezért mindig megvan az a szabadsága a leeső madárnak, hogy saját maga válassza meg, hogy melyik pályát futja be. Tehát nem várhatjuk el azt, hogy úgy jelezzük előre az élőlények viselkedését, ahogy egy könyvnek a leesését várjuk el. De attól még a törvényszerű elemet, az életviselkedésében meg tudjuk találni, és Bauer Ervin meg is találta. Mert az életnek van egy olyan alaptörvénye, hogy minden körülmények között helyre kell állítsa a teljes képességét, és most a modern embernek, a modern világban, ahogy el vagyunk idegenedve önmagunktól, a természettől, a saját egészségünk leromlik, és a lelki depressziónk, rengeteg sok oldala van az elidegenedésnek, de természeti törvény, és álljunk ennek a természeti törvénynek az oldalára, hogy
győzzük le az elidegenedést magunkban, és álljunk annak az oldalára, hogy nyerjük vissza a lelki épségünket, nyerjük vissza az életünk teljességét, mozgósítsuk magunkban az összes erőforrást. Bauer Ervin szerint az életnek az az alaptörvénye, hogy minden élőlény minden másodpercben minden energiáját mozgósítja a tehetetlenség ellen. Na tessék, ezt a fűszál erre képes, a tigris a dzsungelben képes. Tessék a modern embernek is erőt venni magán, és mozgósítani az erőinket az életünk érdekében, hiszen az életünkről van szó. Tehát ez egy óriási segítő erőt kapunk ettől a tudattól, és az élő világegyetem eszméjétől arra, hogy na most már aztán tényleg ideje, hogy összeszedjük magunkat, és megváltoztassuk a világtörténelem folyását, hogy ne nyugodjunk bele tehetetlenül a dolgoknak ebbe az alakulásába, hanem váljunk cselekvő erőké. Tehát, hogy ne csúszunk lefelé, és ne pusztítsuk el a környezetünket, hanem igyekezzünk normálisan viselkedni, és valami jobbat hagyni magunk mögött, mint amit mi kaptunk a nagyszülőktől. Pontosan. Annak idején az ókori görög iskolákban volt egy ilyen eskü, amikor 18 évesek esküdtek, akkor ők megesküdtek arra, hogy esküszöm, hogy a földi életem végén a hazámat jobb állapotba fogom itt hagyni, mint amiben beleszülettem. De ez aztán úgy látszik 2400 évvel ezelőtt időszerűtlenné vált, mert eltörölték. Láthatatlan kezek. Most már nem esküdnek meg erre, pedig szerintem időszerűen. Most kéne. Most már nagyon kéne. Pedig most egyre kevésbé betartható. Nagyon is betartható. Senki sem akadályozhatja meg azt, hogy te, én, Gyuri, vagy bármelyik néző mindent megtegyen azért, hogy saját maga visszanyerje a lehető teljesebb lelki épséget, és mozgósítsa magában az összes olyan erőforrást, ami rendelkezésére áll. Senki de hát azért a külső körülmények is kellenek hozzá, hogy én nekem jó legyen a közérzetem. A külső körülményeket fokozatosan tudod módosítani, hogyha eltökélted magad arra, hogy elindulsz valahonnan, lehet, hogy mélyről, lehet, hogy kevésbé mélyről, lehet, hogy még mélyebbről, de a te kezedben van a lehetőség, hogy melyik irányba indulsz el. És ha beleteli 10 évbe, az is egy ember élethez képest nem... Magyarán ne a kifogásokat keressük, és ne sodródjunk az árammal, hanem próbáljunk úszni az ár ellen. A sodródás a tehetetlen fizikai testeknek a tulajdonság, az élő szervezeteknek az a világegyetem adta törvénye, hogy mindent tegyenek meg. Hogyha élni akarunk, nekünk is mindent meg kell tenni. Na, de hát az embernek sokszor kopintanak az órába is, órára is, úgy érzi, hogy sokszor megy szembe az ára, akkor előbb vagy utóbb elkedvetlenedik. És talán már nem is akar annyira tenni. Mindig az arányokról van szó, hogy hány ember mer és akar az ár ellen úszni, és hány ember adja föl a küzdelmet, és hagyja, hogy sodorja a víz. Van erős másfél-két percünk. Milyen konklúziót vonhatunk rá most végül is, akkor él a világegyetem, vagy nem él? Teljesen egyértelmű, hogy él, és előre eltervezett, tehát úgy vannak ezek az állandók, sok-sok állandó beállítva, hogy az életnek legyen kedvező, és ahogy mondtam, hogy ugye mindenki azt gondolja, hogy nagyon kis valószínűséggel lehet a lottón ötöst nyerni, sokkal-sokkal kisebb valószínűsége van annak, hogy csak úgy magától ez az egész univerzum így alakul ki, és rajta még így élet is van. Ennek a úgymond a véletlenszerű kialakulás valószínűsége a nulla, a nulla, a nulla. Tehát valami rendező tudat, még mielőtt létrejött volna ez az egész fizikai világ, és rajta persze az élet, tehát már ez ki volt találva, hogy kell ennek kinézni, hogy ez működőképes legyen. Tehát akkor a mai adásnak az lehet a konklúziója ezek szerint, hogy élő világegyetem létezik, ugyanakkor lotozni nem érdemes, mert úgyse lesz találatos. Köszönöm szépen kedves vendégünknek, Grand Pierre Attilának a mai áldásos közreműködését, és remélem, hogy még fogunk találkozni, hiszen sok-sok érdekes problémát feszeget.
ha máshol nem, egy halott kém koncerten, esetleg egy vágtázó halott kém koncerten, de tényleg izgalmas dolgokról esett ugye szó Gyurikámmal. Nagy végső kérdésekről. Köszönjük szépen, kedves nézőink, hogy velünk tartottak ma is, és két hét múlva ismét várjuk Önöket a képernyők elé. További kellemes tévézést, jó estét kívánok!